Přestosias, Ren Gabalash, Dajte Prasazus, Tola Zenpet, Armesh, Tizet, vagy is kinecigész hétig csak jelző, ami mindjárt lemerülünk egy kicsit gyorsabban, most így végbenjük a szoftveren, ahogy látjátok, ami szépen gyorsan fut, egy 2K-s kijelzővel, Qualcomm processzorral, 4 GB RAM, és 32 GB belső tárhelyünk van rajta, nincs túl sok szoftver rárakva igazából az Asus-tól, tehát szép gyorsan is fut az egész, a legújabb Android 7.0-val, úgyhogy lemegyünk a végére, látjuk azt is, hogy persze nugat van rajta. Mit kell még tudni a készlékről? Van egy jó 5 megapixeles első, meg egy 8 megapixeles hátsó kameránk, amiket röviden be tudunk mutatni. Itt van Zsófi, most éppen beautification funkcióval ki is sminkelve még egyszer extra. Ha megfordítjuk a kamerát, akkor a hátsó 8 megapixellel is szépen tudunk full HD videókat megülni, vagy fotókat csinálni. Látjuk, ez is szép gyorsan működik itt. Kis bemetegnél van egy USB-C csatlakozónk, ahol most éppen így be van dugva, hogy ne legyen ellopva, persze itt a kiállításon van egy felhajtó csatlakozónk, egy mikrofon, hangerőszabályzó. Következő oldalt majd látjuk, hogy itt van egy kis bekapcsgomb. Az egész műanyagházban van amúgy, kicsit csillog, de tényleg műanyagból van az egész, és különben itt lent még, hogy ezt kinyitjuk, akkor talán még egy microSD kártyavasót és egy SIM kártyavasót, mert akár 4G LTE-vel is lehet mobilnettel használni, hogyha azt a verziót veszünk, szerintem van egy sima wifi-s verzió is biztosan. Szép műanyag házunk van itt a háttérben, ami kellemes tapintása, Asus Zenpad van ide rájva, és itt van még egyszer a kamera a szélén, ahogy szépen látjuk. Ennyi is volt a rövid bemutatójának a Asus Zenpad 3S 10 táblagépnek, amit C500K-nek is hívják, hogyha pontosan akartok rákeresni. Közben is szóval nem gábalázsítok a Next 9 zenétről, legközelebb.